Hello, mindenki, sziasztok, srácok, itt a kis íme következő videó. Csá, sziasztok, hello. Na, szóval ebben a videóban egy eléggé különleges dolog lesz, ugyanis... Na, várjátok, kicsit túl közel van a mikrofon, kicsit távolabb rakom. Így mondjuk. Szóval ebben a videóban egy eléggé különleges dolog lesz, ugyanis most kis kell megmentenünk, mert bizony kis eléggé buta dolgot csinált, és bement egy húsboltba, és ellopott pár csontot a húsboltból, és ezért kihívták rá a rendőröket, és egyből bevitték a börtönbe, és bezárták. Szóval őt kell most kiszolgálnunk, mégiscsak a kisnek a kutyája. Szóval, ja, muszáj hazahoznom. Szóval ez lesz most a mai feladatunk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Szóval srácok, hogyha esetleg szurkoltok nekem, akkor nyugodtan dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, de léci lájkoljatok, kösz szépen. Hogyha nem tetszik a videó, akkor nyugodtan diszlájkoljatok, és nyomjatok meg a csengőt. És még azt elmondom, hogy ugye, hogyha valaki PG-13-es terméket akar venni, akkor a leírás első sorában megtalálja, és ott tud venni mindenféle toltartót, pulcsit, mit tudom én, párnát, rengeteg dolog van vagy 30 féle termék, nagyon sok van. Szóval csekkoljatok le. Na! Kezdjünk neki. Elsősorban ugye ez egy eléggé illegális dolog lesz, és nem kéne ilyet csinálnom. Vagyis hát énnek szerintem kéne, de mindegy, nem szabadna. Szóval úgy kell megoldanunk ezt az egészet, hogy ne vegyenek minket észre. Szóval valószínűleg a föld alatt kell majd valahogy nekünk behatolnunk, vagy valami. De elsősorban, ott vannak a rabok. Hát mondjuk remélem, hogy a rabok nem fognak engem beköpni. Azért az remélem. Aha, igen, és ott is járkának szépen a rendőrök, meg ahogy látom, ott van fent rendőr is a őrtornyokban, meg ilyen helyeken. Na jó, oké, óvatosan kell ezt nagyon-nagyon csinálni. Már csak, aha, ott jár kell a rendőr. Jó, gyors befutok szerintem ide. Oké, itt elbújok. Jó, itt akkor elvileg nem tudnak engem észrevenni, oké. Hú, na most a kérdés az, hogy vajon a föld alatt próbálkozunk meg beásni, vagy inkább menjünk felfele. Hát, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Lehet, hogy elsősorban fel kéne deríteni. Hello, sziasztok, csácsá. Hello, üdv, csá, sziasztok, csak jöttem kirabolni a kutyámat, cső, sziasztok. Na, jó van. Lol, itt egy rab, ő kiszökött. Hát jó, sok sikert. Ajaj, ott egy rendőr, jó, attól elbújunk. Oké, jó, az elment. Jó, hogy látom, elment, okés. Így né, szépen megpróbálunk oda menni a bejárat fele. Jaj! Ez hogy került ide? Mondom, ide került egy rendőr, úristen. Nem az érdem, hogy ez itt ki van nyitva. Hát, jaj! Oké. Nem az érdem, ez itt ki van nyitva? Vagy ezek nem rabok? Ezek nem rabok, ezek... Nem tudom, hát mindegy. Jó van, mindegy. Ki van nyitva, hogy itt be lehet menni. De nem itt akarok menni, mert különben észre fognak engem venni a rendőrök. Szóval... Ja, ezt óvatosan kéne csinálni. Jó, errefelé nem nagyon látok rendőrt, szóval erre mehetek. Aha, ott van a bejárat. Jó, srácok! Megpróbálunk menni, leveszem a ruhámat. Megpróbálok beszélni egy rendőrrel, hát ha alapból beengednek. Ja nem ez itt a bejárat. Akkor várjátok már, itt lent be lehet menni? Itt van valami alagút ásva. Mindegy. Megpróbáljuk elsősorban megkeresni a bejáratot. És megpróbálunk, ott leugrott egy izé. Nincsen bejárat! Nincsen bejárat az egész rendőrségnek, wow! Vagy csak én voltam ilyen buta, hogy megkerültem? De ott van a bejárata, szerintem, nem? De ott van a bejárat, de nem lehet bemenni. Hát, de, itt van. Oké, itt van a be... Mi van? Na, várjatok már. Mindegy, itt bemegyünk akkor. Nekem így is jó. Na! Keresünk egy rendőrt, és kérdezzük meg, hogy hol van kis. Legalább látogatást kérjünk tőle, vagy valami. Nos! Jó napot! Hello! Üdvözlöm! Dani vagyok, és... azért jöttem, jó napot! Meg szeretném látogatni a kutyámat, mert elvileg bezárták ide. És szeretném, nem tudom, csak beszélni vele. Csak meglátni, megnézni. Kis a neve. Az a neve. És ja, csak igazából csak látni szeretném. Mehetek nyugodtan találkozni vele, meg ilyenek? Igazából csak tényleg ennyit szeretnék. Oh, hello. És miért zárták be? Hát elvileg ellopott pár darab csontot egy húsboltból, és ezért, de hát nem azért, de ő még kicsi, meg nem nagyon tudja az ilyen dolgoknak a jelentőséget, meg ilyenek. Akkor nem erőszak, második emeleten lesz. Mi az? Akkor nem, jaj, nem erőszak? Ja igen, oké, köszi, jó van. Na, második emelet, jó van srácok, akkor menjünk. Merre van kis? Hol vagy kis? Hol vagy kis? Ő lesz az? Ott van? Jól láttam, itt van. Hello! Szia kis! Szia kis! Szia kis! Hello! Ó, Istenem, szegény! Wuf! Jaj, nem már szegény, bezártak ide! És a második emeleten van, szóval... Aj, én ezt nem mondom kihangosan. Kis! Ki fogok szabadítani?
Ki fogok szabadítani, jó? Oké, vufuf, oké, vufuf, oké. Ti fogok innen hozni, esküszöm, ígérem. Vufuf, igen, vufuf, vufuf, igen, 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 na. Jó, jó, akkor a tetőről kell valahogy menni, jó. Oké, majd jövök, jövök. Jaj, Istenem, jó, oké. Srácok, akkor ki kell jutnunk, és fel kell jutnunk az emeletre. Erre jöttünk? Nem erre jöttünk. Merre kell menni? Lol. Nem jó irányba jöttem? Nem tudom, hogy hol vagyok igazából, fogalmam sincsen. Merre vagyok? Igen, itt volt kis-kis. Erre jöttem, oké. Megvan, jó van, meg... Nem. Istenem. Hát kiégek. Mit keres maga, jó ember? Mindegy, semmi. Bocs. Jó van. Meg vagyunk. Na. Na várjátok már. Hú, itt egy rendőr. Mindegy, jó, hagyjuk. Nem tudom kiszedni ezt a gyémántot. Jó, oké. Húzzunk innen el. Istenem. Jó van. Menjünk szépen. Hol vagyok? Hova kell menni? Istenem, de... Haj. Haj. Azt tudom, hogy merre kell menni. Erre kell menni. Jó van, jó van, jó van. Na. Oké, srácok, akkor kívülről kell valahogy betámadni, vagyis felmenni. Oké, és mindjárt felveszünk szépen az álcánkat, és gyors kiszöktetjük innen. Jó, Istenem, jó. Gyors vágok fát, azzal fel tudok képteni a tetőre, és majd izélünk, majd felülről, majd beásunk a cellájába, és akkor onnan majd megpróbáljuk szépen kiszorítani. A lényeg, hogy jó sok fát kell ásni, mert akkor kéne csinálni létrát, meg ilyesmiket, és akkor úgy majd nagyon könnyen ki tudjuk izélni. Vuf, mindjárt jövök, úristen, szegény, mint hogyha kínozzák, olyan hangosan üvölt. Nyugi kis, nyugi van, hamarosan jövök. Csak egy kevéske kis fát kell szednem, hogy ki tudjalak téged onnan hozni. Ah, Istenem, rossz dolgot csinálok, de hát mindegy, a kutyusomért csinálom, és most nem azért, de azért, mert egy kutya ellopott pár csontot, egy izét, attól még nem kéne börtönbe zárni, meg ilyenek, na mindegy. Na, szóval, akkor csinálunk ilyeneket. Így is van. Nagyon jó. És ebből csinálunk szépen jó sok létrát. Hát ebből túl sok nem fér ki. 18 darab létra. Hát srácok, kéne még blokk is. Jó, szedünk még egy kevéske fát. Bocsi, hogy így ezzel megy az idő, de... muszáj biztosra mennünk, hogy tényleg ki tudjuk innen őt juttatni. Meg egy... Hát igazából létrából szerintem lesz elég, de blokkból kell majd még több. Szóval azt hiszek... Nyugi, kis, mindjárt jövök. Ó, Istenem. Na, így, ni. Oké, 20 darab blokk, még csinálok azért egy pár létrát a biztonság kedvéért. Mondjuk így ennyit. Így is van, tökéletes, jó. Oké, meg vagyunk, na vegyük fel a szettünket, hogy nehogy felismerjenek minket. Így is van, és gyors, akkor megyünk és szabadítsuk kis srácok. Ó, Istenem, szegény kis, hogy bezárták ide. Na, ide szépen lerakunk egy létrát. És akkor fel kéne mászni. Valahogy mondjuk így azt mondom. Ja, várjátok, oké, itt nincsen rendőr. Jó, aj, nem á! Jó napot, hello, csak körbenézek. Ó, Istenem, jó napot, hello, hello, csak jöttem körbenézni. Minőségi ellenőrzés, tudja. Igen, igen, minőségi ellenőrzés, kedves rendőr úr. Jó, gyorsan zúzzunk fel. Oh, úristen, de bénák. Jaj, nagyon gyorsan ásunk fel, mielőtt visszajön. Jó, oké, megvagyunk. Na, hol van kis-kisnek a neve? Ott van. Jó, gyerünk gyorsan. Szia, itt vagyok fenn, kis-kis, vuf, szia. Na, várjál. Bejövök, így is van, menj egy kicsikét arrébb, nehogy izé. Jó. És ide szépen lerakok még létrákat. Így, ni. Na, várjál. Jó. Vuf, igen, így is van. Na, gyere. Oké, okay. nehogy meglássanak. Oké, okay. Király. Jó, várjál. Maga mit képzel? Ne! Megláttok! Ne! Gyere kis-kis! Merre? Ide le! Gyere gyorsan, ugorj! Elkaplak, gyere! Ah! Nem kaplak el, mindegy, gyere! Meneküljünk! Gyere, fussunk el minél gyorsabban! Na, Isten, oh, hoztam magam a láthatlanságpont itt, Istenem, de buta vagyok! Vuf! Mi az, hogy 2.p? Ne gúnyolodj velem, én szabadítottlak ki, szóval ne gúnyolodj kis-kis! Ezért még számolunk, hogy csontot loptál amúgy. Ja, hogy neki gúnyolodsz, oké. Okay. De akkor is, amúgy meg kis-kis lopni nem szép dolog, hogy ha csontról van szó, ha nem, akkor se. Szóval ezt majd megbeszéljük, vúf, pont. Ah, Istenem, akkor is kis-kis. Nem szabad lopni, ezt majd szépen meg kell tanulnod. Na, leráztuk legalább a rendőröket, ahogy látom, legalábbis nem nagyon jöttek utánunk. Királyság, hát kis-kis! Ha, Istenem, ki tudtak téged szabadítani? Meg srácok, ki tudtuk kis-kis szabadítani szerencsére. Szóval nincsen semmi se elveszve. Ott a csont. Na, ide adod? Jó, úristen, mennyi csont. Na jó, ezt vissza fogom vinni szépen a rendőrségnek, szóval nehogy azt hitt, hogy izé megúszod meg ilyenek. Na!
Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem a videóban, hogy tetszett, dobottok egy lájkot, köszönjük fel a csatornámat, csekkeljétek le a többi csatornámat, és ja, igazából ennyi, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!